Magas a mérce a szexárdi judóban. Kiment ugyanis egy sikert sikerre halmozó nagy generáció, akik ifiben, előtte serdülőben, aztán a juniorban, de még a felnőttek között is maradandót alkottak. A klub vezetői tudják, az ilyen eredmények újbóli elérése nem csak rajtuk múlik, legfőképpen a gyerekek az újonnan érkezettek szorgalmán, lelkesedésén, és persze, legfontosabb, mennyire tehetséges lesz a Mátic, Ács, Sárez, Berlinger nevek után megérkezett új generáció. Nos, az elmúlt 2-3 év tükrében, azt kell, hogy mondjuk, aggodalomra nincs különösebb ok. Nem baj, ha nincs olyan gyorsan annyi érem, mint a nagy generáció esetében volt. Ha adottságot nézek, akkor hasonlók, mint az a korosztály, de ki kell emelni, és ez sajnos úgy gondolom egyre rosszabb lesz, hogy mentális felkészültségben viszont nagyon-nagyon elmaradnak tőlük. Világos beszéd, de ebben is lehet előrelépni, ha a tehetségesnek mondott gyerekek valóban ki akarják hozni majd magukból a maximumot. A fiúknál egyébként két versenyző került a kirakatba tavaly. Sárosdi Ákos és Hilbert József, de Döbrösi Álmosban is edzői szerint tehetsége alapján benne van a gyors kiugrási lehetőség. Hilbert József nem csak tehetséges, hanem szorgalmas is, és nem igazán örül a tavalyi bronznak, amit a diák alsók között szerzett, holott a klub számára ez remek eredmény volt. Diákos voltam, átmentem Serdülő B-be, és én többet vártam most ettől a diákaltól, mert én ezt múltkor megnyertem, és én úgy érzem, hogy ezt is meg kellett volna nyernem. Technikai tudása fejlődése alapján benne van a kis Hilbertben, hogy az idén már a Serdülő B-sek között is esetleg nyerni tudjon. Hilbert József kifejezetten jól dolgozik, látszik, hogy ott otthonról is, ugyanúgy, ahogy az Ákosnál, és ezt ki kell emelni, otthonról is minden támogatást megkap. Tudják otthonról, hogy mi az, hogy lemondás, és ezáltal a gyereket, a fiatalt nem gátolják bizonyos fejlődésekbe. Én az állásokban szeretem, és ott általában, amit én szoktam dobni, az a combdobás, vagy esetleg a kaszálunk. Általában szoktam alkalmazni. Fontos lesz a kontrák kivédésének elsajátítása nála. Van egy ellenfelem, az nagyon már, amikor elkezdtem a judót vele együtt, kezdtem el versenyezni, és a Dávid, meg Szefi bácsi ott kontrákat tanított. Általában csak kontrákkal szoktak megdobni. A 3 évvel ezelőtt Szepesi Dávid által elindított lánydzsúdó szakág is szépen beindult, eredményes volt a toborzás. Egész előkelő helyet sikerült a lányokkal elérni. 4-5-6 lány, aki eredményt elért, országos dobogón álltak, és nagy öröm számunkra, hogy a 10 éves, a frissen versenyző korosztályban két lány is a magyar bajnoki érmekért ment, az egyik második lett, a másik a 5. A munka feltételeiben is hamarosan pozitív változás lesz, a jelenlegi retro edzőteremből konditerem lesz, mögötte pedig egy vadonat új edzőcsarnok készül el még az idén.